Hát, hölgyek, urak, üdvözlök mindenkit ismét a Rock Pagodába. Ezen a szép őszi napon, hát mondhatnám, hogy Rocktoberben született urak vannak, hiszen a rockkal el vannak jegyezve most már elég régóta. Tehát a mai áldozatunk, vendégünk a Stexas, jól mondom? Stexas. Viszont ezt úgy kell elképzelni, hölgyek, urak, hogy az S betű az egy dollárjel. Tehát ez nekem nagyon tetszik, mert nekem rögtön bejött erről egy kicsit a ZZ Topos feeling. Ugyanis, hogyha Texas, akkor Rio Grande Mood, és hogyha Rio Grande Mud, akkor ZZ Top. Imádom a ZZ Topot, elnézést. Szóval, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Ez a Wiki Black Brand, Wiki Black Media Kivagyta Report sorozat során készülő riport. A mai riporteretek én vagyok, Szabó Laci, amíg Wiki nem talál új vagy más vagy jobb riportet és vagy férjet. Még vagyok, ez napi casting. Szóval, uraim, kérnék szépen először egy bemutatkozást, induljunk el innen. A nevem Bakó Károly, a zenekarban én vagyok az énekes. Csabi megkeresésére jöttem a zenekarba. Egyébként nem csak énekes vagyok, csak a zenekarban vagyok énekes, egyébként gitáros is vagyok. Végül is ennyi. És nagyon jó kalapod, nagyon tetszik az a... Képzeld, de volt nekem egy ugyanolyan lövcsattó, mint neked ez a marha koponya, csak eltört, mert öntött volt, öntött. Na gyönyörű, gyönyörű. Gondolj, Csaba, gitáros, én találtam ki annak idején a zenekart, majd a többiek mondanak valamit. Viszont az a dollárjel a fejeden, az nagyon... Az, ahogy azt kell mondjam, hogy betalált nálam. Tehát ez... ez... Sztori is érdekes, különben, hogy hogy lettem is Texas majd, ha... Azt majd... Wiki Black nem szereti azt a kérdést, hogy honnan a név, ezért általában szoktam ilyen rafinált kérdéseket föltenni, hogy miért ez, vagy miért pont az, és akkor el lehet mondani. Hajas László vagyok, szervusztok, én dobolok a zenekarban. Csabát elég régóta ismerem, együtt jártunk annak idején a jazz tanszokra, úgyhogy az ismerettség az innen van. És nagy örömmel jöttem Csaba meghívására annak idején. Nagyon jóba voltunk és sokat játszottunk együtt, és nagyon örültem, amikor ismét megkeresett, és örömmel vállaltam a zenekarban a szereplést. És ha lenne a kérésem, hogy a pulcsidat igazítsd meg, hogy a Texas jól látszódjon. Tessék. Mert fontos a reklám, én is tudom, hogy fontos, tehát azért bizonyos a hátulütőnek meg kell felelni a reklám szerepnek is. Elnézést, csak ez a tudod, nem zenész, de már nem rajongod, de még nem zenész, tehát annak itt. És mutassuk be urat, aki nem tudott sajnos eljönni. Hát ő Teddy a basszus gitárosunk, sajnos betegség miatt. Igazoltan távol. Innen is jobbulást kívánunk neki. És igen, az urak megjegyezték, hogy műsoraimban többször elhangzik, hogy a basszusgitár a kedvenc hangszerem, úgyhogy sajnos itt nem tudunk róla beszélni, de biztos, hogy tudtok mondani információt azért az játékáról, a stílusáról, a hozzáállásáról, mert ezek fontosak, a hangszeréről, milyen, mindenről. Wiki Black írt, sziasztok, nagyon tetszik a pulcsi. Szerintem a szárnyak miatt, imádja Wiki a szárnyakat, az egy alap. Alap. Szóval, én meg az S betűt elnézem. Ha már S betű, akkor légy szíves. A sztorit, amit említett. Ja, hogy honnan jött. Ugye annak idején gondolkodtuk. Hát eleve a Stexas úgy indult, hogy ugye az én bekattanásom volt a Stevie Ray Vaughan, és ehhez kerestem társakat, akivel tudunk. Hát akkor mi nem ilyen tribut és hasonló zenekarnak hívtuk, hanem egyszerűen csak számokat játszottunk. És akkor mi legyen a név? Volt ugye eleve Stevie Ray Vaughan Austinba született, és hogy Texas, ugye az időtapot, hogy nagyon szeretjük, ahogy említette természetesen. És akkor mi legyen a név? És akkor innen jött ugye a Stex, ugye az is benne van, akkor ugye nyilván jó lenne azért nem ingyen csinálni, annak idején még így gondolkodtunk. És akkor innen jött a dollárjel, a Stex és a Texasnak ugye az összevonása, és innen van a Stex. És az, mert Stex nevű zenekar még van, és valaki már ki is találta ezt, és nagyon szomorú volt, amikor a stúdióban ott voltunk, és hát igen, már ti vagytok azok, basszus, meg ezt a nevet akartuk. Egyébként, amit elküldtél bemutatkozást abban, hogy írtad, hogy 90-es évek elején alakultatok. Nekem az jutott az eszembe a Stexas és a Texasról, hogy
Sajnos mi emlékszünk, hogy 89. december 31-én adta a Magyar TV a Dallas sorozat első részét. És az, hol játszódott? Texasban. És miről volt szó? Pénzről. És valahogy nekem úgy egy kicsit azt gondoltam, hogy ezt a szelet így megtudtátok. Ha nem is tudatosan, de lovagolni. Én szerettem azt a sorozatot, aki valaha vállalkozni akar, tessék nézni. Benne van, hogy milyen vállalkozók ne legyünk, de... Meg hát ugye azért, hogy ma védjük magunkat, tehát fiatalok voltunk, tehát 20 évesen azért nem voltunk túlzottan eresztve anyagilag, hangszervásárlás, ilyesmi, tehát egy vágyat is kifejezett, hogy de jó lenne. Ugye nem azért, mert húgok a csöben, mert nyilván tök jó hangszert venni és hasonló. Jó, akkor most földobtál még egyet. Ugye a Dance-nek volt a Stexpi, a Sex és a Rock and Roll, ez az életem újra. Ez az első rész. Hát, lassan már ebből csak a Rock and Roll van, de még van. Az még van. Mennyire fontos az életetekben a zene? Az én életemben a legfontosabb dolog a zene. Mindig is az volt. Már gyerekkoromban körülvett a zene, mert az édesanyám énekelt, és én is énekeléssel kezdtem egész pici korom óta a zenéséget végül is. És 14 éves koromban kaptam meg az első akusztikus gitáromat a nagyapámtól. Úgyhogy aztán később, mikor párkapcsolatba kerültem, akkor minden egyes partneremnek elmondtam, hogy a elsődleges szempont nálam a zene, és minden többi utána következik. És természetesen megértették. Voltak azért próbálkozások, de mindig be kellett állítani, hogy hát megbeszéltük. Az elsődleges szempont a zene. Tehát ez szerintem a legfontosabb dolog. Tehát így, hogy mondják, a alapkövet letetted ezzel, aztán a többi meg csak erre. Azt mondtad, hogy énekes és gitáros. Igen. Jó, akkor most az első provokatív kérdés a tiéd. Énekes, gitáros, frontember? Igazából ebben a zenekarban szükségtelen másik gitár, mert én nem vagyok azon a színvonalon gitározás szempontjából, mint a Csaba, és ez rontaná a minőséget, hogyha én is gitároznék. Természetesen más zenekarokban is játszottam, elég sok zenekarban játszottam korábban, ahol volt olyan, ahol szólógitár és háttérének, tehát vokalista voltam. Volt, ahol főénekes és gitáros egyszerre. Volt, ahol csak gitároztam és egyáltalán nem énekeltem. De most ez a formáció így ebben a verzióban profi megszólalást ad, az én véleményem szerint, és szükségtelen az, hogy én gitározzak még. Ja, illetve még egy nyuansz jön hozzá, hogyha gitározok és énekelek, akkor nem tudok annyira odafigyelni az énekre, és valami sérül mindig, nem tudok annyira profin függetleníteni, és az ének rovására menne, úgyhogy mindenképpen az énekre szavazok én is, hogy jó legyen. Igen, ez egy következő kérdésem lett volna, ugye, mikor valaki zenél, akkor kvázi be tud bújni a hangszere mögé. De egy énekesnél, mikor letetted a hangszert, és odaálltál a mikrofont, és azt mondtad, hogy ide lőjetek, hiszen elnézést a zenészettől, azért alapvetően az énekest szokták így első körben megtalálni a jó akaró, kedves emberek, illetve a rajongók is azt mondják, hogy hű, mert oké, elindul a zene, jó, megfogari, és akkor bejön az ének, akkor ho, ez nem rossz, tehát onnantól van meg ez az érzés. Mennyire vagy te frontember? Eddig mások azt mondták mindig, hogy jó frontember vagyok, mert például legutóbb azt nyilatkozták rólam, hogy egy másik zenekarba, hogy vagyok én, és a többiek csak asszisztálnak tulajdonképpen. Úgyhogy a frontemberséget azt én úgy érzem, hogy tudom vállalni és meg is tudom valósítani.
Ebben a zenekarban még azért gyakorolnom kell ezt. Egyértelmű, hogy új kihívások vannak, de igyekszem megfelelni ennek a dolognak. Azt mondd meg, hogy mennyire vagy érzékeny a közönségre. Tehát amikor azt érzed, hogy mindenki, hogy lapos kicsit a közönség, akkor tudod őket föl, vagy ha nagyon fönn van, akkor le. Tehát, hogy mennyire kommunikálsz velük? Én úgy érzem, hogy a hullámhosszat megtalálom velük, mert nagyon fontos az, hogy egy énekes sem látszódjon az, hogy élvezi azt, amit csinál, de legyen kisugárzása, mert akkor az áragad a közönségre is. Én úgy érzem ezt a dolgot. És azt veszem észre, hogy ha jó hangulat, akkor a közönség is ráragad, és ők is jó hangulatot fognak okozni nekünk. Ez egyébként inspirál minket is, tehát ha a közönség is veszi azt, amit mi csinálunk, akkor fordítva is működik ez a dolog, az ő jó kedvük is ránk ragad. Jó, még egy provokatív kérdés, aztán majd megyünk tovább az urakra, csak... Azt mondja, hogy vannak jó frontemberek, akik nem olyan jó énekesek. De vannak nagyon jó énekesek, akik nem olyan jó frontemberek. Ezt a kettőt egyensúlyba kell hozni az embernek magában? Igen. Az éneklés bármennyire is könnyűnek tűnik, nem könnyű feladat. És jól csinálni, meg pláne. Éneklés közben koncentrálni kell arra, hogy megfelelő hangmagasságot tudjon az ember kihozni magából. Nehéz közben a közönséget is figyelni, de ha megvan a megfelelő rutin, tehát egy bizonyos idő után már jobban rá tudsz koncentrálni a közönségre, és akkor megjön ez a frontemberség is előbb-utóbb. Úgyhogy én úgy érzem, hogy most már kezd alakulni ez a dolog nálunk. Ugye nem régóta vagyunk együtt, így ebben a formációban, de szerintem ez most a legutóbbi koncerten, a West Streaming, szerintem ilyen jól sikerült. Akkor megkérdezem az urakat, most úgyse hallja. Milyen érdekes is van. Ja, reagáltam is úgy szívesen meg erre a témára. Lesz, hogy mesélj azt a végén majd valamiért. Ja, én nagyon szeretem a Kareszt, mert ahogy énekel, magát a személyiségét is, és én úgy érzem, hogy az át is jön az éneklésében is. Egyfajta természetesség van benne, ami szerintem nagyon fontos, semmiféle műviség nincs benne. És én nagyon szeretem, erőteljes hangja van, jól énekel, jól kommunikál a közönséggel is. Úgyhogy én úgy érzem, hogy abszolút megtaláltuk azt a szemét a Karezban, aki az énekesi pozíciót úgymond hosszabb távon is nagyon jól be fogja tölteni, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem és örülök, hogy velünk van a Karez. Azt mondjátok meg, most még egy kérdés hozzá. A szöveget ki írja? Dalszövegeket. Ez zömében találtam egy szövegíró srácot és külsős. Igazából hát barát zenekartak természetesen, de x-edik tartják. Mert engem csak az érdekel, ugye amikor kvázi nem te írod a szöveget, mennyire fontos, hogy azonosulj a mondani valóval? Fontos dolog, úgyhogy ez segítséget is kértem, mert a Csabának a régi barátja a szövegíró, és én nem régóta ismerem, és eleinte azért kellett magyarázni a mögöttes tartalmat, hogy mit is akart a költő, úgymond. Ez egy komoly probléma különben, tehát hogyha látod, hogy nagyon sokszor a zenészekre jellemző, ugye, hogy zenélnek. Ülnek, gitároznak, és kit érdekel, vagy akis, amik az énekes is ezt csinálja, nem érti, nem éri bele magát. Nem. Hát én például úgy dolgozunk együtt, ha ide tartozik most ez a témához, ugye, hogy én megtaláltam a neten,
Ferit, és kértem tőle egy-két számos szöveget, mert tetszett a stílusom, mert ez pont olyan, ami a Texas régi stílusához illik, próbáljuk ki, akkor írogattam, akkor volt erről, hogy a zenekart meccsen. Akkor csinálgatva, átküldött pár számot, mondom, volt, ami bejött, volt, ami nem. És egyszer csak elkezdtem dolgozni, megcsináltam a számokat, és hozzávágott valami 50 saját szöveget, ami az életművét lényegében. Vagy neki ez tetszik, és válogassak belőle. Az komoly. És innen kezdve viszont a tiszteletet is természetesen elvárja, tehát ne átérjem a szöveget, a saját elkezdve, volt is egy-kettő csörténk ugye ezzel, amikor azt mondta, hogy ezt nem tudom megcsinálni zeneileg, ugye, vagy ilyen hosszú sorokkal, tehát muszáj valamilyen változtatni, akkor ez megoldódott, nekem nagyon tetszettek a szöveg, és innen kezdve ugye bíztak. És a másik, hogy megfordítottam a munkamenetet, amire még eddig nem volt példa életemben, hogy eddig korábban úgy dolgoztunk, hogy írtam egy számot, és kértem rá énekes Sász Attila, ugye meghallgatta, és akkor csinálta egy szöveget. Nekem ennek semmi gondom nem volt, előadta, túl volt tárgyala. Itt viszont nekem kellett alkalmazkodni ugye a szövegkel, és nagyon jó kihívás volt, hogy olyan szerkezetek születtek blúzokban, ami teljesen nem hagyományos, és nem is mondhatod rá ugye szakmailag, hogy na ez egy 12 ütemes blúzkör. Tehát ilyen szempontból ez is nagyon fontos, meg ugye az, hogy Karesznek is, az egész zenekarnak tetszenek a szövegek, például a pólót nyomtatott a basszusgitáros is egy-egy sorról, és akkor azt viseli, mert ennélkül nem működik szerintem. Meg a, ha még mondhatok egyet a frontemberről, ugye én megszoktam azt, hogy előttem egy fal van. Ugye elég nagy szerep van, hogyha elnéztél anyagukban, nálam a gitáron nem fér bele azt, hogy én foglalkozzak a közönséggel. Ha van egy kis pihenő, persze kimosolygok, ilyesmi, de alapjában én inkább hátrafordulok, és hogy mi van a dobban, mi van a basszusra, tehát mi végezzük a dolgunkat, és én azt szeretem, hogy erről egy ilyen fal van, és az énekes pedig végig tartja. Mondjuk, és Kareszt kérdésen megkérdeztem, hogy a kérdésedre is válaszolja. És mondd csak, Kareszt, az előállt egy provokatív kérdés, nagyon provokatív, hogy kaptál egy dalt, és azt mondta, gyerekek, hát én nekem a levegőt nem tudok hol venni, tehát hogy ki kéne, mert ugye minden énekesnek megvan a stílusa, hogy levegőt vesz, ahogy énekel. És ha nem jön ki a prózori, akkor nem fogsz tudni levegőt. Eddig két ilyen szám volt, ahol oda kellett tenni, hogy ki kellett számogatni azt, hogy hol van a levegővétel, de szerencsére sikeresen vettem az akadályokat. Úgyhogy olyan szempontból is jó, hogy azért az A betűket lehet változtatni, A vagy S, úgyhogy ezt meg tudtuk beszélni a szövegíróval, hogy kivettünk egy A betűt vagy egy S betűt, és akkor mindjárt könnyebben megoldottam ezt a kérdést. Meg egy kis titok azért, ahogy mi működünk, tehát én általában megkapom a szöveget, és akkor valahogy fölgitározom, tehát rákattogok, basszus föltolom, ilyesmi, és így hozom le próbát, hogy én legalább meg tudjam hallgatni, hogy mi lesz belőle, és akkor ott már érzem, énekelni nem tudok, de ez úgy mondjuk szövegírósabb, hogy feldulúzzuk. Igazából a szöveget, de abban már minden benne van, tehát általában ugye pont előző próbán volt ilyen, ugye, hogy már érzem, hogy kezdek megfulladni, és akkor gyorsan változtatni kell. Akkor, amire lehozom próbára, hogy azért lejátszom ezeket, hogy ne ezzel menjen az idő. Tehát te vagy az első szűrő, hogy így mondjam, tehát a dologban. Viszont... Hát, zeneszerző is, és ugye mindenképpen neki kell lenni az első szűrőnek, mert rá kell dolgozni a szövegre. Akkor most hozzá egy provokatív kérdés. Készítettem a Bedres Joe-val egy riportot. És ő azt mondta, hogy ő mindig úgy szemlélt egy dalt, hogy komplexen. Tehát nem azt nézte, hogy a gitárnak mi a feladata, hanem az egész milyen. Tehát, hogy hangszerelésbe is kicsit bele gondolkodik. Te, mikor megírsz egy dalt, te hogy nézed ezt? Tehát az, hogy oké, a gitár ember legyen, aztán majd valamit a többiek oda tesznek, vagy azért azt gondolod, hogy ez így az egész legyen valahogy rendben? Nem tudom, én hallom előre, hogy mit. Tehát először is ha feladat nélkül úgy nehéz dolgozni, akkor ugye elúszik minden. Tehát ha nincs zenekar, nincs semmi, dolgozz, aggodal, nem nagyon lesz, mert holnap másod eszedbe. Tehát van egy cél, ugye? Cél az, hogy a zenekarnak kell egy új szám, végignézem a repertoárt, kéne egy gyors, kéne egy lassú, kéne egy sasszor, akármi. És akkor nézegetem akkor, ha már ugye, amit mondtam, nézegetem a szövegeket, hogy lehetőleg ne kelljen ugye ennyi szöveg után még újat írnia, és na ez megvan, a hangulat adott, és akkor valami beindul. Hát ugye erről is sokat lehetne beszélni, mert senki nem fog tudni megmondani, hogy mikor indul el valami, meg mikor nem indul el. Elindul, előbb-utóbb megvan,
működik, és akkor ugye tulajdonképpen elkészítem az anyagot. Egyébként, bocsáss meg, amit mondasz, az tényleg teljesen így van, hogy az, ahogy mondtam, nagyjából 260 zenekar volt nálunk. Én nem kaptam két azonos választ, hogy kinek mikor jön a flow, mikor indul el ez az alkotás. Teljesen változatos. Van, akinek akkor, amikor épp relaxál, van, aki leül is egyszer addig zenél, amíg nem jön valami. Van, akinek bárhol beüthet. Tehát, és akkor elő a telefont is, Gigi fölre a témákat. Neked van otthon egy fájlod, vagy egy kazettád, vagy valamit, ahol kezdeményeid vannak? Számkezdeményeid? Természetesen. Tehát amikor itt, ugye mai kor nem olyan, mint amikor az ember jazz-tanszakkal járt, és végtelen az idő. Akár 8-16 óra egy gyakorlások, ha éppen ez van kedve. Igen, amikor van fél órám, és elkezdek gyakorolni, és van valami jó ötlet, tudom, hogy most esélyem is befejezni, akkor aztán gyorsan rögzítem. Egyébként most ne sértődj meg, én megnéztem, amiket küldtél anyagot, meg amit találtam rólatok. És én nekem egy kicsit a te játékod, de tényleg esélytő, nekem B.B. King jött be. Ez nem állja meg szerintem. Megmondom miért. Megmondom miért. Mert teljesen máshogy közelíted meg a gitárt, mint általában a legtöbb gitáros. És ő is máshogy közelíti meg. Ő énekesből lett gitáros, ezért ő úgy gitáros, mint a énekelne. Viszont én azt érzem, hogy te nem klasszikus blues oldalról közelíted meg, meg rock oldalról a gitárt, hanem egy kicsit máshogy. Nem tudom még, hogy hogy, ezt lehet, hogy te tudod. Segítek, igen. Ez nem kapcsolódik a gitárhoz, ez a zenéléshez, a művészethez kapcsolódik. Az ember ugye, amikor játszik bármilyen hangszeren vagy énekel, magát kell, hogy adja. Van akinek ugye van kialakult egyénisége, nyilván mindenkinek és többieknél nem kérdéses. Innen kezdve természetes, ugye akkor lesz egy igazán nagyok, ha mások. Mint tehát nem mások, hanem egyediek. Igen. Ugye, és ez a lényeg, tehát én szerintem technikailag más jobban gitározik, nem erről szól, hogy egy ember hogy fogja meg a hangszert, de gitárt tanítok, nem tudom, 30-valamennyi éve mindenki így kell megfogni a hangszert. Tehát hogy C-dur akkorod így célszerű, igazítod a új hosszathoz, stb. Beállíthatjuk, ebben nem menjünk bele egy külön. De az a lényeg, ugye, hogy technikailag ugyanazt tudom, 6 úr van a gitárra, lehet trükközni, újabb pengesz, ezzel pengesz, mit tudom, technikai dolgok. Ilyen teljen penget és olyan penget, és a lélek az egésznek ez a lényege, ugye, hogy benned mi van, és amikor kiállsz a színpadra, és ez egy nagyon érdekes kérdés, ha megválaszolhatom, ugye, ami fölsetettél, de ez az alkotás pillanata. De szokták mondani például, teljesen fölösleges megkérdezni a művészt arról, hogy miről szól, vagy mit csinál. Például egy festőművész, amikor megálmod valamit, megcsinálja a vázlatot, mert az a lényeg, utána jön majd szépen kidolgozza, de maga az ötlet. És amit te mesélsz, egy ember el kell tudja, ha igazán egy önálló alkotás születik, nem tudom a pillanatot, és olyan, mint itt sem vagyok, megszűnik az idő, és egy jó koncert is ilyen különben, amikor improvizálunk. Ugye akkor én legalábbis, amikor a szólókat előadom, megszűnik a világ, és érzem a közeget, és egy valamilyen, nem tudom, és ilyen minden alkotás. És ezért volt például régen is, meg ugye előfordul sokszor, ugye egy gitárosnak sajnos a gyomra valamiért kiakad, ebbe volt meg például Freddie King is, nem tudom, hogy zenekre hasnál, mi meg hasonló problémák, tehát egyszerűen olyan savas ez az alkotási fázis, olyan gyomorégesen mindent tud okozni, hogy tényleg egy ilyen kétórás buliba idézőben bele van egy kicsit az ember. Most feltették két dolgot, feltettem az első kérdést. Az pedig így hangzik, hogy a szólókat, azokat megírod, vagy pedig hagysz magadnak improvizációra lehetőséget? Vártam a kérdésem, mert reméltem, hogy felteszed így előtte, mert igazából ezt mi még tanultuk, és mindenki, tehát még a jazzbe is, amire azt mondják, és ezt nem tudom jól megválaszolni, hogy ott full improvizatív műfeld nem igaz. Hogy a jazz, én úgy hívnám, hogy a legkötöttebb improvizáció, ami létezik. Annyi szabályt kell betartani, hogy ez nem igaz. Ez nem feltétlenül a kérdésedre a válasz. Arra az a válasz igazán, hogy a célszerű, tehát ha az ember egyfolytában improvizálna, önmagát ismételni. Tehát, hogy most jó pofi akarok lenni, akkor ugyanazokat a poénakat fogom elsütni, mert ennyit tudok.
Tehát meg kell írni részeket, amikkel nagyon sokat foglalkoztam, hogy a texasi bluesban a Stevie Ray van ott, és minden egyes szólójában megvannak a bázis motivumok, amit kitalált. Az a szám, és rá lehet ismerni, és odafigyel, ezt nem süti el a következőben. Mert Pride and Joy-nak az intrója az ennek a számnak az intrója, és akkor ez a feature tartozik, tehát igen, ezt úgy mondjuk, hogy beállítjuk a szólókat. És muszáj, mert egy 26, nem tudom hány számra járunk repertoárban több mint 2 óra, ez nem lehet teljesen hatalmas jelleggel csinálni. Jó, most még egy provokatív kérdés hozzád. Egy szám kész van, vagy be van fejezve? Egy szám nagyon korán kész van, de utána alakul végig. Az milyen, amikor egy dal önálló életet él? Hiszen előbb-utóbb önálló életre kell. Nem hiszem. Tehát elvileg a önálló élete akkor van, hogyha kiadjuk a kezünkből, és nem kiadjuk ki, hanem más is a kezébe leszi, akkor nyilván egy más élet indul el. Itt változik, amit mondtam az előbb. Tehát van egy váz, az első próbához képtem, úgy tudom, hogy az első próbán úgy szól a száma, hogy az első koncerten szintén, ahogy, és meghallgatod öt évvel, nem csak nálam szintén visszatogultam, ezt évőnek meghallgatsz egy hódocsáját, mit tudom én, a 20 éves korában meghallgatsz a halálára, tehát ég és föld. Még az lenne a kérdésem, aztán áttérünk a hátulütőre. Szóval, az lenne a kérdésem, hogy az igaz, vagy hogy látod te? Van egy dal, van maga a dal. Az előadók, a zenészek, az énekes a dalhoz kapcsolódik, és a néző, hallgató is a dalhoz kapcsolódik. Tehát mindenkinek mond valamit, és az a jó, hogyha mindenkinek mond valamit. Nem tudom erre egy választ. Hát igazából mindenkinek mást mond. Ez az érdekes benne, hogy nekünk is más fog mondani a dal szövege vagy az érzés, mint a közönségből. Ez mindenkinek az érzésére van bízva, az intelligenciájára van bízva, illetve az alkoholfokra is van bízva, valószínűleg. Bocsáss meg a zenészek, csak kávét is üdvözlünk, ezt szögezzük le nagyon határozottan, és 10 órára ágyban vannak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akkor jó egy alkotás, hogyha tényleg mindenkinek más mond, másképp tudja érezni, de van egy közös pont, lennie kell egy törzs közös pontnak, ami ugyanúgy lejön mindenkinek, csak vannak eltérések. Mert én azt tapasztaltam önmagamon, én nagyon sokáig kikerültem a rock zenéből, nem hallgattam, aztán jött Vicky Black és vissza, és azok a dalok, amiket én hallgattam 20 évesen, most előveszem, más része fog meg, mint 20 évesen. Más sor, más riff. Az ember változik. Hogy ettől jó egy dal, hogy attól kortan, hogy mindig találok benne, ahogy én haladok előre az életbe, valamit, ami meg tud benne fogni. Szerintem annyira szubjektívek ezek a... Tehát ez egy annyira olyan kérdés, ami annyira szubjektív mindenkinek. Ez olyan, mint hogy inkább klasszikus zenét annál, hogy nagyobb műveket nem nagyon lehet kitalálni, mint a klasszikusok. Az ember, vagy, de ez könnyű zenében is működik. Vannak olyan felvételeink, kedvenc gitárosan, ugye, tulajdonképpen Frank Marino, hogy beültem a kocsiba, mentem próbára, Pesten betettem, elindítottam az anyagot, és 45 perc múlva mindig gitározott, és mindig ugyanazt a számot, és közben énekelt 3 percet körülbelül. És valahányszor meghallja az ember, ugye mindig más mond. Milyen hangulatban vagy. Tehát én szerintem egy dalnak néhány százalékban, bizonyos százalékban tükröznie kell azt, amiért írtam, amiről szól a szöveg, de nem biztos, hogy ez fogja. Tehát egy vers, tehát más se lehet neked elolvasok más hangulatban, sőt, amit mondtál, holnap elolvasom, lehet, hogy sokkal vidámabb hangulaton van, egy szomorú dal is egész pozitívnak tűnhet. Erre nincs szerintem. Mi csináljuk, és ha a közönség szereti, bármit mond neki, az már egy nagyon klassz dolog. Igen, ettől szoktam mondani, hogy minden zenész művész, hiszen kimentek a színpadra, és nem tudjátok, hogy amit ti előadtok, azt hogy fogadja, hiszen az ízlés, ahogy mondtad, az mindenkinél más, viszont hogyha jönnek vissza a labdák, az egy nagyon jó dolog. De felelősség is különben. Tehát, hogy nem illik olyan érzelmeket kiváltani, ami veszélyes. Igen. Én azt gondolom, hogy a színpad
a felelősség, ahogy mondtad, illetve az ember kimegy és tud adni és tud hatni. És ez egy nagyon jó, amikor valaki úgy távozik a ti koncertetekről, hogy hú, több lettem, más lettem, kimosódtam, elfelejtettem a dolgot. Tehát, hogy valami olyat kap, amitől egy kicsit, hát ez a ronda katarzis szó, de igazából ezt nem szeretem én használni, de nagyjából ezt átéli. Egy közösségi katarzis, amikor zenészek is van, közösségi beszélgetek, az ne valami. Igen, igen, az egy nagyon nagy dolog. Szóval, kedves hátulütő. Ez egy jó. De igazából én azt gondolom, hogy jó, akkor egy kérdés. Ki az, aki a zenekarba ül? Hát a dobos. És ki az, aki emelvényen ül? Hát a dobos. És ki az, aki még emelvényen ül, és előtt állnak az emberek? A dobos. Meg a király. Úgyhogy ennyi, nem kell itt túl. Egyébként azt gondolom, hogy egy jó dobos találni, ez egy nagyon nagy dolog, mert legtöbb zenekar dobos problémákkal küzd, akik nálunk jártak, meg ezt tapasztalom. Az első provokatív kérdésem az pedig az, hogy te takra játszol, vagy nem? Jelen pillanatban úgy dolgozunk, hogy a próbákon is, és illetve a koncerteken elindítom a takgyeret, mert én úgy gondolom, hogy kell az, hogy azért a tempó az nagyon fontos dolog. Ezek a számok úgy lettek megírva, hogy bizonyos tempóba szólnak jól. És még nem játszottunk olyan sok koncertet, erre törekszünk természetesen. Én úgy gondolom, hogy ez most egy nagyon hasznos eszköz. Jelen pillanatban úgy kezdjük el a számokat, kezdem el a számokat beszámolásra, hogy a taggyeret elindítom. Próbán tervezzük azt, hogy fogunk így játszani, illetve gyakorolni. Próbákon is jelen pillanatban úgy csináljuk, hogy takjelet elindítom, hogy a tempó azért meglegyen, de végig nem nincs takjel. Én két, aztán persze lehet ezzel, meg kell is vitatkozni. Én a dobosokat két nagy táborra osztom, aztán benne. Az egyik tábor, az, én úgy hívom, hogy ez a Led Zeppelin-es John Bonham-es tábor, aki nagyon figyel a gitárra, és pontos, precíz, de amikor a gitár kiállás, vagy bármi impro van, akkor rögtön válaszol, megy utána. A másik, meg a Rolling Stones-os Charlie Watts, aki leszakad az ég, akkor is azt üti, amit oda kell, és hogyha kiáll a gitár, akkor is megy tovább. Te melyik táborba tartozol? Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Én szeretnék mind a kettőbe tartozni, nem mondom, hogy miért. Mind a kettő nagyon-nagyon fontos. Alapvetően a dobosnak a szerepe a jó tempó, a groove, a feel, tehát egy biztos alapot kell hoznia, hogy ezután erre ő hogy mit tesz rá, hogy improvizál, milyen figurákat játszik, mennyire kötött vagy mennyire engedi el magát bizonyos részleteknél, az az ő saját személyisége. Viszont az nagyon fontos, hogy mivel együtt zenélünk, a dobosnak mindig figyelnie kell, és azért illik lereagálni a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy ez a párbeszéd, ezért zenélünk, ezért élvezzük a zenét, tehát ez nagyon fontos a Bonham-féle dolog is, a Charlie Watts-féle dolog is, tehát valahogy a kettőt ötvözni kell, és mindig tudni azt, hogy mikor kell háttérbe maradni, mikor lehet előre jönni, mikor kell reagálni. Ha nincs mit mondanom, nem nagyon reagálok, ha van mit mondanom, szeretnék neki felelni, akkor felelek a megfelelő módon, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy, mind a kettő nagyon fontos, valahogy az összegyúrt középvonal az, az az ideális az én véleményem szerint. Laci az nagyon, nagyon profin oldja meg ezeket, ugyanis mindig figyel minden zenekari tagra, és a szóló közben is, amikor vannak olyan részek, akkor szépen reagál a gitárra is. Illetve, ami nekem nagyon tetszik a stílusával, hogy olyan jó, kemény ritmust ad. Tehát jó alapot ad a zenekarnak, és ami még fontos, hogy nem üti szét a számot, nem az van, hogy én vagyok az ego és csak a dobos létezik, mert sajnos dolgoztam már ilyen dobossal, aki nem tudott se dinamikázni, se hangerőt változtatni, és az csak szétverte az egész zenekart. Azt mondd meg, Laci,
Mennyire fontos benned a kontroll? Hogy azt mondod, hogy ide kéne még az, de lehet, hogy az már sok lenne. Tehát, vagy ez kevés. Tehát, hogy mikor folyamatosan megy benned ez a... Hát itt ez megint visszakanyarodik arra, hogy figyelni. És ugye az embernek van egy készlet, van egy egyénisége. Én nem vagyok technikailag nagyon képzett, megmondom őszintén. Tehát az én stílusomhoz inkább közelebb áll az a stílus, mint mondjuk a Steve Gadd. Most neki nagyon nagy technikája is van, de az a feeling, az a groove, én azt szeretem. Természetesen igyekszem azért fejleszteni magam, és most talában egyre többet gyakorlok, és szeretnék megint egy olyan szintre jutni, hogy azokat a, amikor figyelem ezeket a kis nüanszokat, tehát ezekre a párbeszédekre jól rá tudjak települni, én is tudjak reagálni, és olyan módon tudjak reagálni, hogy ez érdekes is legyen. És tehát itt ez nagyon fontos, hogy igen, ezért az vegy bennem, hogy erre most reagáljak, ne reagáljak, de ez azért a gyakorlattal, a tapasztalattal ez megjön. Mondom, hogyha van, én azt szeretem, hogyha van mondani való, reagálok, ha nincs, akkor nem, mert azt nem szeretem, ha valami erőltetett, ha erőltetett a párbeszéd. Lehet, hogy és akkor jó ez, hogyha mondjuk a Csabi is úgy érzi, hogy igen, most nem reagáltam, de tudja, hogy miért nem, és őt is viszi előre ez a dolog, hiába jó mondjuk, nem tudom, 500 ezer figurát játszott mondjuk, de én valamiért nem reagáltam, de akkor, hogy azt mondja, hogy érezzük egymást, hogy akkor én miért nem reagáltam, lehet, hogy akkor pont mégsem volt az jó, de valahogy ez, ha kialakul, többet játszunk együtt, akkor ez is fejlődni fog. Tehát ez abszolút nagyon fontos, hogy ez meglegyen, ez a képesség, mert tehát tényleg ezért játszunk, párbeszéd van, és ennek nem szabad megszűnni abszolút. Azért van koncepció mögött, amit csinálok természetesen, tehát ugye az ember így hát 60-hoz közelítve már tud kompromisszumokat kötni sok tekintetben. Tehát ugye nyilván amikor eljutottam idáig, ugye, hogy zenekart csinálok, akkor megvoltak a szempontok, hogy mi szerint keresek zenészeket, sokkal fontosabb. Igazából nem kerestem sztárokat, mert nem akarom fizetni őket, nem is akarok belemenni ebbe, azt akarjuk, hogy jól érezzük. Hát kifejezetten inkább arról szólt, hogy ex-profikat, akik valahol azért tökéletesen együtt végeztünk, tehát egy nagyon képzett zenész. És akkor innen kezdve, én például azért, tehát ez a tagjelhez kapcsolódik ez a kérdés, hogy legyen vagy ne legyen. Nem tudom. Ugye volt az a, még mielőtt kezdtük a riportot, mondtad ezt a Samastárszaszhúsz koncert, az például metronóra ment végig, mert az a zenekar, hogy ezt szokta meg, én engedtem, nekem nem okoz gondot, kicsit fura volt, ugye, hogy a ilyen blues-terre játszik. Most őszintén meg nem tudom a választ, erre ki kéne próbálni ezt is, meg azt is, hogy nekünk hogy esik. Ugye nagyon nehéz megvalósítani azt technikailag is, hogy pont az a füles legyen a fején, a dobokat is hallja. Ezt is csak próbál, viszont nem vagyok benne biztos, hogy ez koncertnek jót tesz, hogy egy gitáros ne indíthassa el. Meg tudom csinálni, hogy megtartom a tempót, de nem biztos, hogy jól fog esni. Inkább lehet bevállalom azt, hogy a közönséggel együtt örjöngünk és ha elindul a tempó. De arra meg akkor ki kell találni megint a megoldásra, a verszakokra meg vissza kell tudni térni az eredeti tempóra. Úgyhogy ez kidolgozás alatt erre a kérdésedre a válasz. Erre mesélek kettő dolgot. Az egyik, csináltam riportot a Kovács Krisztiánnal, a Fish zenekar énekesével. Nekik most új dobosuk lett, és marha gyorsan dobol. Azt mondja, imádom, nem kapok levegőt, majd meghalok. De őket nem érdekli a metronom, ők amilyen hangulatban vannak, úgy játszanak, mert azt mondja, a nézőknek az kell. Ha ez van, akkor ezt toljuk, és a végén meghalok, oké. És volt egy másik zenekar nálunk, ott meg a dobosnak, képzeld el, csak a tak, nem is hallja a zenekart, setlista, és ő a tak lejre ledobolja, amit kell, és nem is érdekel, hogy ki mit játszik. Nekem ez nagyon fura volt, hogy... Illetve még egy dolog, a Donászi Tibi mondta, hogy ő az egyik fülébe kapja a takjelet, a másikban meg a kontrollt, és 3 napig kakuk utána. Tehát, hogy annyira megterheli az agyat. Abszolút. Hát meggondolod, egyik fülebe ez szól, a másikban meg ugye a zenekar, szóval mindenkit betudom a dobodat se hallod, megérve egy ilyentől. Szóval tényleg, hát egyszerűen fáj a füled a tagját.
Igen, igen. Most, hogy nincs itt a basszusgitár, és tudjátok, hogy nekem a kedvenc hangszám a basszusgitár, így kicsit beszéljünk róla. Mondtátok, hogy érdekes hangszere van. Igen, nem csak egy. Több is van, bár nagyon szép hangszere. És ugye ez, ha már említetted az ízitnapot, ugye akkor, vagy beszéltünk, a szóba került, ugye azért egy kicsit rokkosabb már ez a mostani zenék, mint ami a 90-es években volt, akkor inkább ez a Stevie Ray Vaughan féle Texas Blues, most inkább az ízitapra is vannak erre, vagy azon, mert nagyon sok minden jazz, van benne tényleg minden, és akkor lehozott pár hangszert, és akkor mikor előkerült egy ilyen 74-es Precision, akkor arra azt mondtam, először egy ilyen SVT fejjel kezdett el dolgozni, jó, rockban jó, és akkor egyszer csak lejött egy csöves bassman, egy 100 wattos bassman fej hozzá, és akkor azt mondtam ugye, hogy a volt is Carlos Vitán meg, meg a modernek basszus számot szereti, hogy a, meg hát nehéz ugye, az vinni is kell koncertekre, és akkor ennél maradtunk rá is egy ilyen egy eszméletlen jó számomban, meg hát a kezében is, mert az én is tőle is tanultam, hogy nem sokat tudok a basszus gitára, ilyen, hogy az a póka sound, akkor az hogy is technikailag az hogy is kell megvalósítani, és néha tényleg, amikor bejön az a sound egy számba, egy lassabb bluesnál, akkor azért nagyon ott van a zene. Urak, most kicsit a annyiban a dalokról beszéljünk, hogy külső szövegírótok van, de biztos, hogy ha akkor fölteszem egyen-egyben, azt eldöntitek, hogy ha meg lehetne, vagy meg kellene fogalmazni, hogy miről szólnak a dalok, mi a zenekar üzenete, meg tudnátok, vagy el kell mondani, vagy dönts el mindenki? Most erre íródott egy nóta, ami a következő koncerten fog debütálni. Ez a Texas, ez a címe a dalnak. Csak Texas. Igen. És én írtam a szöveget. Igen, úgyhogy most... Mert más nem most tudná, más nem tudná, hogy ez a Texas. És ebben meg lesz fogalmazva a Texas érzés tulajdonképpen. Jó, akkor csak ha egy sort kérhetnénk, akkor mi az a Texas érzés? Inkább, nem tudok idézni pont ezt a sort belőle, inkább a koncepciót mondanám el, amiért létrejött annak idén. Ugye egy élet, tehát egy szórakoztató zenekar vagyunk, és mindent el szeretnék kerülni, ami megosztott. Mert butaságnak tartom Magyarországon egy ilyen kicsi közönségnek, aki rétegzenét játszik. Mert sztárzenekar megteheti, mert a fele még megmarad. De amikor küzdesz, mint 50 emberedél egy-egy koncerten, nem kéne őket megosztani, tehát ez egy ilyen, lényegében egy szórakoztatás, igényes szórakoztatás. Stílusban pedig azért hozzá szoktam tenni, hogy egy oké rock blues hasonlónak. Leginkább azt mondom, egy ilyen progresszív rock blues, ami jazzes és funkis és amerikai a zenei alatt. Akkor egy kérdés. Lehet vagy kell ma még stílusokról beszélni, vagy csak zenekarokról? Igazából valamilyen, hogy az emberek működnek, nem lehet megkerülni, hogy tehát kell ezt terülni, most megkérdezni, hogy mit játszol. Akkor nem mondhatom azt, hogy azt játszom, mint ez, meg azt játszom, mint ez, meg hosszú a felsorolás. És ebben is igazából műfajilag is, de azért ez az öt szó, amit használtam, ugye a progresszív, a rock, a blues, a jazz, meg a funk, azért még azt mondja, hogy a rock blues a legerősebb, akkor már tudod hova tenni. Említetted, amit küldtél videóba, hogy te koncertszervezéssel is foglalkozol. Muszáj. És emlékezz vissza 90-es évek, amikor én ezen éltem, akkor ha az ember elment valahova, föl akar, elvitte a kis hangzóanyagát, személyesen elment, mert nem tudta más, hogy semmi nem volt, lementél vidékre, valahova a világ végére, vitted a kazettát vagy CD-t, nem tudtad, hogy milyen lejátszó, mindegy. Mi volt az első kérdése az emberkinek? Te kihez hasonlítotok? És én ezt nagyon utáltam, mert hogy ők a magyar ez, ők a magyar az, ők a magyar amaz. Nem. Én azt mondtam mindig, hogy mi vagyunk ez a zenekar, és nem a magyar ez, meg amaz. Nem érzem ezt problémának, megmondom miért, mert magyarul tehát Európa és Amerika. Két külön földrész, két külön világ. A hangoknak a világa, a ritmusoknak a világa. Semmi szégyen, tehát legyünk őszinték, a rockzene nem Európában született meg.
ugye lehet a Soli Blues-tól levezetve végig, mindent rocknak hívnak, lényegben a rock and roll-ta, mert egy életérzés. A ritmikailag ott vannak a négerek, azért, szóval vegyünk, Edikon nem fog működni, tehát nekem világértem a legnagyobb problémát az jelentett, hogy gitározok, és mindig azt mondom, mi a jó francia, nem szólok úgy, mint egy amerikai gitáros játszak, még több hangot nem fog bejönni, nem így működik. Neki kell ülni, és egészet újra kell gondolni. Most ez azért mondom, mert semmi szégyen nincs abban, hogy te, hát a magyar neveket mondasz, nem biztos, hogy tökéletesen igaz lesz. Inkább az amerikai példákkal meg tudom mondani, hogy mire, miből építkezem, mert nem mond nekem, hogy te itt Magyarországon Hendrix-szerű alapokat fogsz létrehozni, és a ritmikailag egy dobbasszus nem fogsz nyúlni valahonnan, amit ma már nyúlásnak hívnak, pedig csak inspirálódsz, mert a harmónia meg a tiéd. Tehát Európában használni kell ugye azt a fajta kultúrát, ami itt van, nem a szép zenekultúra, és a ritmus pedig, tehát érdemes, hogy az együttéhez visszanyúlni. Igen, megy egy nagy vita itt a magyar hard rock, heavy metal közösségen belül, hogy angolul vagy magyarul. Én a legjobb választ eddig a ifjú Gerdes is Ferenctől kaptam a Marlboro-ben, tudjátok, hogy a Kimbinek volt a dobosa, és ő azt mondta, teljesen mindegy, hogyha te hottantott a nyelven tudod kifejezni magad is, úgy vagy hiteles, akkor te hottantott a nyelven énekelj. Ha te magyarul vagy hiteles, magyarul énekelj. Ha angol, angol. Fontos, hogy hiteles legyél. Fontos a hitelesség, urak? Igen. Legfontosabb. Fontos, hogy belülről fakadjon ez a dolog. Ne csak sima majmolás legyen, mert akkor elmehetünk. És ez megint megosztó lesz, hogy ebbe belemegyünk. Ugye, amiben, mert neki így jó, nekem úgy jó. Tehát mindenki zenéjen, ahogy tud. Én azt mondom, és ez az én véleményem, nem a roppagoda. Roppagoda értéksemleges. Én azt mondom, mindenki csinálja azt, amit gondol, ami a legjobb neki, és majd eldönti az ezerfejű Cézár, a nép, a közönség, hogy tetszik vagy nem. De ne vegyük el a lehetőséget, hogy kipróbáld magad. Azt mondod, én kipróbáltam, azt hittem működik, hát ez nem, akkor, de legalább megpróbáltad. Hát addig nem tudod, hogy valami működik, vagy nem, amíg nem próbálod meg. Hát ez a fölmerül, még, de nem akarom a műsort jelenteni, hogy fölmerült még egy-két kérdés, ez vagy ki nem akarsz megfelelni. Én azt gondolom, hogy egy zenész csak és kizárólag a saját aktuális tudásának kell, hogy megfeleljen. Az aktuális érzéseinek. És egy kérdés, urak. Technika vagy érzés? Érzés. És technika is. Igazából. Nagyon sarkalatos kérdések ezek. Kinek mi a célja a zenével? Jó, tehát ez ide. Egy vendéglátói zenésnek nem az érzés a célja, hanem az, hogy megélje. Estéről estére. Ha belefér, belefér. Ha nem kifejezés, ha nem, akkor mint annak igen a kocsatársra emlékszel, nem mondom, melyik nagy híres gitáros volt lenn, 50-szer játszotta egy este, mert biztos az volt a kedvencem, hogy a jazz gitáros volt, nem? Hát nem szabad szerintem így nézni, azt kérdezik, hogy nekünk mi, akkor hogy megállja a helyét, de az, hogy mi a helyes, az biztos, hogy mi. Engem az érdekel, hogy nálatok, ti nektek, mi az, ami? Csabi, mikor megkeresett, akkor az volt, hogy elsősorban zenélni szeretnénk. Elsősorban önkifejezni szeretnénk, és ha meghozza a közönséget, jó, ha nem hozza, nem, de elsősorban önkifejezés részünkről, mert szeretünk zenélni, ez az, amit mindig is csinálni akartunk és csinálni fogunk. Soha nem lesz olyan, hogy nem fogunk zenélni. Úgyhogy én szerintem az önkifejezés az, ami a legfontosabb. Oké, lejönne egy ember, letenne 50 milliót per kopf fejenként, és azt mondaná, holnaptól semmi zene, semmi hangszer, befejeztétek, nem lehet, és akkor megkapjátok. Kizárt. Én biztos, hogy nem menném bele. Rossz a megközelítés, meg kéne kérdezni, hogy miért kapod ezt a pénzt. Azért, hogy azt a zenét csináld, amit szeretsz, és ennek kezdve megtartatod, vagy ki kell szolgálni, mert mindenkinek ez lenne az álma, hogy a saját zenéért megkapja azt, és továbbra is én írja, én határozzam meg, milyen szövegek lesznek, milyen számolat, de ki az hülye, aki erre nemet mond. Nem, a kérdés az volt, hogy 50 millióért abszolút nem zenéhez semmit. Tehát hangszerhez nem volhat. Ja, mennyire provokatív a kérdés, hát ez nem ide nincs kérdés, hát ez persze. Meg a másik, de ez sem szabad kömmel leírni, mert ki milyen élethelyzetben van.
Tehát én nem tudok mások nevében zenesztársak helyébe se zenélni. Nem kis pénz, ha valaki úgy érzi, hogy ezzel megoldotta az életet, és ha nem vagyunk fiatalok, és a maradék 20 évben ezt meg azt fogja egy vállalkozás alapját kihozza belőle, nem lehet, nem tudom elítélni. Eddig a legjobb válasz az egyik gitárosat, az semmi gond, producer lennék. Nem lehet boldogságot venni, volt egy ilyen nóta is. Jászik, még nem mondanám. Igen, csak visszatért. Ez nagyon fontos. Én úgy gondolom, azért is vagyunk együtt, mert és nagyjára nagyon jól összejött a banda, mert pont ez nem érdekel minket, ez a pénz része. Akkor is csináljuk, ha ebből nem lesz semmi, akkor is csináljuk természetesen, hogyha, és örülünk majd neki, hogyha szépen fejlődünk, és sokat tudunk koncertezni, és jó koncerteket adunk majd. De ez, hogy tényleg ez az, annyira nem érdekel minket ilyen szempontból, mindenkinek nyilván megvan a maga élete, de ez a zene annyira fontos mindannyiunknak, hogy ezt csináljuk, és ezt le is fektetünk, beszélgetünk erről sokat, hogy akkor is csináljuk, hogyha nincs, mert szeretünk zenélni, és tényleg amit előbb mondtál pár perccel ezelőtt, ez, hogy én is úgy érzem, én legalábbis személy szerint úgy érzem, én is magamnak akarok megfelelni. Azt szeretem, hogyha én azért vagyok itt, hogy fejlődjek egyéb más dolgok miatt is természetesen, de ez nagyon fontos nekem, hogy tudjak fejlődni, és én ezt szeretem, hogyha fejlődök és jól játszom, akkor én ezt élvezem, és ez nagyon fontos. Tehát ez az 50 milliót, ezt tőlem kidobhatják bárhova, ez nem befolyásol, és szerintem a zenekarban senkit sem. Meg volt egy nagyon fontos szempont, hogy amikor zenészeket is kerestem, legyen egzisztencia. Pont ezért, hogy szabad utuk legyen. Ez nem azt jelenti, hogy például ingyen fogunk játszani, hanem ez annyit jelent, hogy nem kenyérre kell a pénz, hanem a próbatermet berendezzük, tehát kell a gázsi természetesen. Meg a másik ennek ugye eleve el kell, ebben a műfajban meg lehet-e élni, vagy nem. Mindenki döntse, milyen életszínvonalat akar. Egyszer kipróbáltam 10 évig, nem szeretnék még egyszer ilyen életszínvonalat élni. Az az igazság, hogy higgyétek el, mióta a Roppagoda létezik, összesen eddig 4 ember volt itt, aki azt mondta, hogy ebből él. 4. De egyik sem egy zenekar, hanem vagy több zenekarban volt, vagy mind a Tebesi Berci, ugye, Szenszon zenész ide-oda hívják. Tehát, hogy vagy a izé volt itt a Vári Marci, tudjátok, a Sing Sing, illetve ő nagyon tolja ezt a Kiss Forever bandet. Tehát, hogy mert ők megmondták, hogy ő ebből él, meg ő menedzser is ugye mellette, a Vári Marci. Szóval ez valahol, én azt gondolom, egy kicsit a magyar zenei életre egy ilyen kritika, hogy legalább most már ott tartunk, hogy már a zenekarok fizetnek, hogy fölléphetnek. És ez már kicsit, hogy meg elnézést, itt volt nálunk a Szekeres Vera, tudjátok, ő a Hammerbe volt korábban, és ő mondta, hogy neki az a legfurcsább a mai világban, hogy valamikor egy E-klubnak, egy Wigwamnak volt egy törzsközönsége. Most meg a kluboknak nincs törzsközönség, hanem azzal kezdi a klubvezető, hogy mennyi ember tudtok lehozni. Hát nincs törzsközönség. Szóval ez nagyon, nagyon... Na mindegy, ez... De még kocsmányba is képzeld el, hogy ott is az van most, hogy a zenész kocsmányba is, hogyha nem lenne ezen, akkor üres lenne az egész. Nem tudom, ez vagy hosszú mese, a politikát sértem meg, hogyha ezt hagyjuk, nem tudom mi az oka, de nem érzem azt valamit a 90-es években. Közhangulatban sem érzem, az emberek nagyon agresszívek. Tehát egyszerűen olyan feszültség van Budapesten például, meg az ember az autóban, nem is láttam, mint egy ideggyógyászatot. Tehát nagyon súlyos. A 90-es években az volt, képzeljétek el, fölültünk a Hévre, mert kocsi nem volt még, 90-es évek eleje közepe, bementünk Pestre, és biztos, hogy valahol volt valami. E-klub, Petőfi Csarnok, Wigwam, a Patkányuk volt, ugye a Mexikó. Valahol találtál olyat, ami vagy érdeket, azt mondtad, hogy hú, hát ezt nem is ismerem, ezt a zenekart, nézzük már meg, kik ezek. Vagy tetszett a plakát. Olyan is volt, hogy elmentünk, nem is hallottam, volt ez a Sultan Special nevű zenekar, Dirty Rockot játszottak. Nem, tetszett a plakát. Wigwamba elmentünk, és tök jó volt. Szóval tényleg
Én nekem ez fura egy kicsit, ez az érdeklő. Na mindegy, az én véleményem. Ezt hagyjuk szerintem. Szerintem. Jelenben nézünk ezt. Viszont köszönöm, hogy megválaszoltátok. Föl szóltam tenni ezt a kérdést, hogy mi a célotok ezzel. Most ezt meg is válaszoltátok, hogy mi a célotok. Jó, viszont lenne egy provokatív kérdés, bár lehet, hogy azt is megválaszoltátok, de azért fölteszem. Most már azért is. Szóval, kint föl van építve egy színpad. Nézők, minden, amit akarsz. Egy számot lehet eljátszani, egyet. Az lenne a kérdésem, háromra mindenki mondja ki hangosan azt a számot, amit ő szeretne eljátszani. Jó? Egy, kettő, három. Péntek estén csúsz. Most nehéz kérdés. Így értem, ez most Texas, hiszen akkor nem is tudja mutatkozni. Igen, ezzel megválaszoltátok kb. Egy 5 perccel ezelőtt, hogy ez most Texas, mondom akkor most, de azért föltettem. Köszönöm szépen, Laci, hogy egy kicsit így. Hát nekem megvan a kedvenc számom. És miért pont ez? Nagyon tetszik ez a középtempója, ez egy Texas Shuffle, és valahogy a feel és a groove, nagyon szeretem. Tehát ez igazából ezért. Kőkemény, zizitabb shuffle. Az igen. De a legkeményebb fajtában az a... mi is van, hogy Flag Her Down, meg nem mondom, most írtál a címét. Nem tudom, melyik legyen. De olyan szinten ott például a metronom, ha két beat-tel több, akkor már nem szóljuk az a szám. Tehát, de külön, én azt nem tudom, hányszor hallgattam meg. Be így legelezem számunkat. Nem tudom, meddig próbáltuk, amire meg... Egy évig próbáltuk, mire megszólalt először. Az a szám, az kemény. Uh-huh. Nyilván kihívás volt, lássanak más volt. De jó a címe, péntek esti blues. Jó. Gondolom, hogy Almaléról szól. Természetesen. Hölgyek, urak, mindenkinek a fantáziára bírom, bízom, illetve tessék rákeresni, megtalálható, ez van fönn valahol hangzóanyagként? Nincs olyan számok közül, most először töltöttem fel a hármam teljes. Akkor tessék elmenni koncertre, és tessék követelni ezt a számot. és aki megértette a mondani valót, attól várunk egy 100-200 szavas rövid eszét, hogy pontosan neki mit jelent a Texas zenekar péntek esti Juice című száma. Dátumot mondhatok? Igen. Így van. 11-én, október 11-én a Blues-ranyán leszünk Érden, és 25-én pedig a vezérsörözőbe várunk szeretettel mindenkit. Az jó hely a vezérsörőző. Szóval, urak, mielőtt föltenném Vicky Black kérdését, lenne még egy kérdésem, ez pedig az, mennyire fontos, hogy emberileg kijöjjetek egymással? Az emberi kapcsolat. A legfontosabb dolog egy zenekarban. Mert ha nincs emberi kapcsolat, akkor nincs együttműködés normális, és ezért szokott szétmenni a legtöbb zenekar, az én véleményem szerint. Csaba? Na, azt mondja, jó, igen, már itt kezdtem sóhajtani, meg igen, abszolút nagyon fontos. Viszont ugye sok mindent átértünk, már nem vagyunk túl fiatalok, és azért a tapasztalat azt mutatja, hogy egyfajta jó munkakapcsolat, az szerintem többet ér, mint a... Tehát itt kollégák vagyunk igazából. Ez nem zárja ki azt, hogy ne lehessünk barátok, de nem erőltetjük ezt a dolgot. Ha nem vagyunk... Mert nekem a barátság azt jelenti, hogy tényleg van mondjuk két barátom, azok az igazi barátok. Nekem most nem akarok belemenni a barátság, de a barátja az ember, igaz barátja az nagyon kevés van. Lehetünk barátok, de igazi jó kollégáknak kell lennünk, és szerintem ez nagyon fontos, ez tartja meg szerintem a zenekar. Tehát nagyon szívesen vagyok barát bárkinek, de ez majd kialakul. De egy jó kollégiális kapcsolat, ez nagyon fontos, és szerintem most ezen a szinten abszolút teljesen jól működünk, úgyhogy nekem ez így kényelmes. Azt mondjátok meg, uram, kedves kollégák, hogy... Csaba is megmondja, szerintem... Van egy próba. És ott valaki esetleg nem azt a hangot, vagy nem azt törték a kasszat, hogy kedves kollega, az a hang, vagy ritmus, amit ön lefog, vagy amit énekel, nem az, amit én itt elvártam, illetve a dal megkövetel. Legyen szíves akkor, vagy azt mondod, hogy figyeld, fogd meg a izét, aztán, tehát milyen a kommunikációtok? Hát ugye általában nekem kell mondani a szóval, valami nem tetszik. Igen, mondjam, egyértelmű. Van gyerek, az ember, én most már van gyerekem, meg hasonló, hogy megtanulja egy-két dolgot, ugye meg kell, kifutási idő kell mindenhez.
Tehát meg kell hallgatni másoknak az ötleteit, és utána én mindig elmondom, hogy mi a véleményem róla, és szerintem így van. Hagyhatjuk, de hallgassuk meg, hogy én mire gondolok, és általában működik. Ha nem, akkor pedig elismerem, hogy az nekem egy jobban tetsző verzió. Valaki hoz ötletet, akkor kipróbáljátok? Tehát vagy szavaztok, vagy hogy nézek? Nem szóval, hát kipróbáljuk, és egyértelmű lesz, hál' Istennek a döntés, mert esetek 90%-ában, hanem akkor meg kutya kötelessége, ugye, megmagyarázni, hogy miért nem. Azt mondjátok meg, pont a ifjú Gerdes és Ferenc mondta, hogy két dolgot mondott, amit nagyon beleégett. Egyik az, hogy valójában minden zenekar trió. Bárhanyan vannak trió, mert lehet fejleszteni, de alapvetően dob, basszus, gitár, tehát minden zenekar, ez az alap. Ha ez jó, akkor már nagy baj nincs. A másik meg, amit mondott, az azt mondta, hogy nincs a zenekar, hogy demokrácia lenne. Mindig van a végén egy főnök, akinek ki kell mondani azt, hogy most ez így vagy úgy működik. Demokráciában nem működik egy zenekar. Abszolút kell az együttműködés, és kell, hogy meghallgassa a zenekarvezető a többiek véleményét, és valamennyire figyelembe kell, hogy vegye, de a döntésnek neki kell lennie, hiszen ő az, aki az egész koncepciót látja előre, illetve a többieknek is el kell, hogy fogadják a másikat vezetőnek, mert csak akkor fog működni. Két dudás nem fér el egy csárdába, az egyértelmű. De ha megvan az zenei alázat, és megvan az, hogy tudjuk, hogy jó megoldást fog mondani, meg a tapasztalata az, hogy nagyon jó a véleménye, és hogy előre viszi a csapatot, akkor minden, és úgy adtam észre, hogy mindenki elfogadja a véleményét, és abszolút vezető egyéniségnek tartja, zenei szempontból. Tehát először is itt a testnek kell lenned. Tehát ugye, ha te elmondod, ezt hoztam, ezóta eddig gondolkodtad, de van, de el is mondom, ez viszont bizonytalan benne. Nem tudom megmondani, hogy itt a dobban mi legyen, vagy hogy a basszussal kísérletezzünk, vagy az énekben ki tud-e énekelni, változtassuk. Simán át is írtam a szemben, amely énekrész, mert de nincs, ez nem presztízs kérdés, jónak kell lenni. Tehát a végszert kell nézni, amit mondtam azért, mondtam már egyszer, meg kell változni, mit akarunk, és azért kell dolgozni a mindenkinek, nem egóból, teljesen mindegy. Ha leszavaznak egy számot, hogy pont ebben a spekszakban volt három olyan rész, ami nem is értettem, miért nem, mindegy, nem ment, nekem mindegy. Igazából ennek, hogy én értem a szövegem, és ez a három kert senkinek megfelelni, és én visszatérhetek ugye erre a barátságra és hasonló dologra egy pár. Greg Müller Péter mondta igazából, hogy nem tudja, nem tudom őt idézni szó szerint ilyen kis rövid rész, hogy nem tudnak zenész. Tehát ameddig a zenészek zenélnek, muszáj, hogy barátok. De ebben benne van a sikus, utána már nem. Egyébként, amit mondasz, pont a BB King, mikor Magyarországon volt, mondták, hogy majd a Tátraival fog játszani. És mondta, hogy mi a vélemény róla, szóval nem tudja, még nem játszottam vele. Igen. Tehát neki ő, akivel együtt játszott, neki csak az számít, hogy milyen. Az, hogy őt nem érdekli. És utána mondta, oké, rendben, oké. Tehát, hogy igen. Meg a barátságról még egy, tehát ugye összekeverik az, nem nagyon szerettem ezt a ment a kereszteségbe, és nem tudom, hogy puszi-puszi mindenkinek, férfiak pusziszkodnak, és barátom. Aztán nem is ismerjük, a nevét alig tudjuk, hogy ki is vagy te tulajdonképpen. Mindenki. Tehát a barát, tehát lehet degradáljuk a barátság, szóval a barátság, kevés barátja van az embernek, szerencsés, hogyha esetleg több is van. Egyszer általában egyhez szokták kötődni, hogy mint egy nőt, akivel meg az ember 50 ember olyan szinten beszélgetni, és a másik, hogy ki kell próbálni a barátság, akkor lesz, amikor már elég idő eltel, és mind a ketten segítettek egymásnak, tehát tűzben lehet megpróbálni, hogy együtt is a dolgokat. Hát uram, fölvezettél a kérdést, föltetted azt, hogy ki vagy. Egyrészt, meg föltetted a barátság, nekem a legjobb barátom, életem szerelmet, ne ilyen Vicky Black, nekem más nincs, tehát tényleg csak ő van, és eljutottunk arra a dramaturgiai ponthoz, hogy föl kell tennem az ő kérdését, ami egyben a műsor címe. Ez úgy hangzik, ki vagy te. Nem kérek pszichológiai, szociológiai, semmi nagy, az első szó, vagy mondat, ami az eszetekbe jut, azt kérem szépen. Szóval, ki vagy te? Én egy zenész vagyok, és ha a gényeimet kellene nézni, akkor egy katona típusú jellegű ember vagyok, aki jól tűri a fájdalmat, erős akaratú, olyan igazi személyiség, egyéniség. Értem, te vagy az, aki leigázza a nézőket. Meghódítja a front ember.
A frontember, igen. A harcos. És túl hangos vagyok, azt mondják mindig. Az nem baj. Egy frontembert észre kell. Nem az zenekarban, hanem ugye a hétköznapi életben, igen. Igen. Csaba a gitáros, Ernyi. Csaba a Texas és a gitáros. Csaba a gitáros. Oh. Egy életet nézve ennyi. Itt vagyunk, akkor nyilván Csaba. Jó van. A Texas Csaba körül is szoktam aláírni a szerepét. Csaba, kiveszem a gitárost a Texasból, mi marad? Rémálom, se fordul elő. De úgy értem az elmúlt x évtizedben. Azért mondom, tehát, bocsi, van aki olyan szinten összefor egy zenekarral, mint te, hogy, és ez szerintem egy nagyon-nagyon, egy zenekarba való lét, vagy bármilyen, az egyfajta szerelem. Az az ember nem tud, ugye mondtad, hogy volt a Texas 20, az milyen érzés volt 20 év után újra találkozni a szerelmeddel? Nem tudom így kezelni. Jót mondtam, amire gondoltam, Csaba a gitáros. A Texas az a legfontosabb zenekar és minden, ami ehhez kötődik, de ugye maga a gitár az, amin keresztül te tudsz Texas zenekart csinálni, amin keresztül, mit te 13 éves korunktól kezdve, amikor nem most Texas, ezzel foglalkoztam, tehát kivágy erre, ezért adtam ezt a választ, hogy Csaba a gitáros. Értem. Ki a legfontosabb zenekar, valóban azt tudom mondani, hogy az egyetlen zenekarom tulajdonképpen a Texas, ami számít a történetem folyamán. Köszönöm. Hajas László vagyok, egy átlag ember. Az élet minden szépségével, problémájával, ugyanolyan vagyok, mint a többi ember. Ezen kívül a zene, ami talán egy kicsit pluszt ad hozzám, amit nagyon szeretek, és igazából úgy gondolom, ennyi vagyok. Én azt mondom, hogy aki zenél, aki ebbe időt, energiát tesz bele, sőt, ugye jazzkonzit végez, az már nem átlag. Tehát én azt gondolom, minden zenész művész, hiszen időt, pénzt, energiát tesz bele, még a családot is alárendeli, ugye megmondja, hogy gyerekek, én ez vagyok, és ez maradok. Úgyhogy az én szememben nem vagytok átlagok, és művészek vagytok, mint minden zenész művész, és az pedig, aki higgyétek el, eljut arra a szintre, hogy ennyi ideig valahol meg tud lenni, és ég benne még mindig az a tűz, az egy nagyon nagy, úgy mondanám áldás, hiszen nekünk is. Mert amíg ilyen bolondok vannak, mint ti, addig a zene él, az élő zene is él. Még egyszer mondjátok el, hogy hol vagytok, akkor láthatok legközelebb. Majd most. Neked mélyebb a hangod? Tehát jövő hét pénteken, október 11-én a Blues Tanyán Érden, 21 órától, illetve október 25-e a szombat, ha jól emlékszem, akkor pedig a Vezérsörözőben, a Fehér úton. És hol vagytok megtalálhatók? Facebook, YouTube, TikTok, mit tudtad? Van Facebook, elérhetőségünk. Kukac Texas zenekar. Igen. Texas, illetve YouTube csatornán is fent vagyunk. A honlap még folyamatban van, tehát az még nincs kidolgozva. Ha valaki rátok ír, válaszoltok? Tehát mennyire vagytok elérhetőek? Abszolút. Gmail-es Texas zenekar. Akkor tessék írni és kérdezni, és a Facebookon is, és megnézni a YouTube-on, amik fönn vannak számok, és követni, és elmenni egy koncertre, mert én azt gondolom, hogy az élőzen az utolsó olyan élmény, amit még nem vett el a online világ, a többi világ. Az, hogy ott állok veletek szembe is, és kapom az energiát, és kapom a gondolatokat, kapom a zenét, az egy megismételhetetlen dolog, és egyedi. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Én általában, hogy a riportok végén mindig szoktam hozni egy ilyen összefoglalót, hogy milyennek láttam az aznapi áldozatokat. Elnézést, rendőr, mindig az a fenefrajd. Én azt mondom, hogy titeket egy
Nagyon, nagyon erős dolog az, ami. Ez pedig az az öröm, amit nektek okoz, amit csináltok, és amit tovább akartok adni, át akartok adni. Tehát nem negatív, hanem pozitív értelemben örömzenét csináltok. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Azt szoktam mondani, aki egyszerűen a roppagoda, az a roppagoda család része, üdv a családba. Nincs befogadási szerem, mondják azt majd a riport után, teljes vagyon, vérszerződés, titoktartás, amit akartok. Nem, ilyen nincs. Amiben tudunk segítünk, keresétek Vicky Blacket. Tényleg nem ígérünk olyat, amit nem tudunk betartani, de amit lehet, abba segítünk. Van ez a roppagoda család csoportunk, zárt Facebook csoport, oda bármit föltehettek, ami történik veletek, és a Vickynek elkülditek, ő akkor azt ossza, mert rengeteg média platforma van kapcsolatban. És így a végén azt kérném szépen, hogy kérnék szépen egy mondatot, mit üzentek a roppagoda nézőinek, a Stexa zenekar rajongóinak, jövőbeni rajongóinak. Köszönjük, hogy itt lehettünk, és gyertek el minél több koncertünkre. Lényegében, amikor ezt elmondtad. Én is azt kívánom, és azt szeretném kérni tőletek, hogy ismerjétek meg a Stexa zenekart, és ha tetszik a zenék, akkor maradjatok velünk, támogassatok minket, gyertek el minél több koncertre, és élvezzétek a zenéket. Köszönöm szépen, és végül kérjék szépen egy-egy elbúcsúzást, onnan egy-egy elbúcsúzást, egy szót, egy mondatot, valami kis üzenetet. Találkozunk valamikor a közeljövőben. Szervusztok, sziasztok! Stexas forever! Minden jót! Akkor most csinálunk egy olyat, hogy tessék a kezeket összerakni, ököl mindenki egymás mellett, nem egyet, csak a jobb kezed. Hát ez a... Úgy. És kérnék szépen egy Stexas forever-t. Egyszerre. 1, 2, 3. Stexas Forever!